Épület bejárása Tiszaeszlári idősek otthonában. A település polgármestere Vajda László, Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár látogatta meg a nyugdíjasokat a már megszépült intézményben. A beruházás két cikluson keresztül valósult meg, teljesen saját erőből, tehát nincs benne állami pénz, egyetlen egy fillér sem. Az épület felépülése után következett a belső berendezés, azt is mi a saját önerőből, pénzek átcsoportosításával valósítottuk meg. Látjátok, hogy a külső része az beleillik egy faluképbe, tehát, de a belseje az azért a 21. századnak megfelelő modern berendezés. Hűtészekrényeket, tévével, mindennel ellátva. És 16 főre van megépítve a rögek otthona. Ebből most 15 fő foglalta már el a helyét, még egy férfira várunk. Tervben van, hosszú távú tervben van az is, hogy esetleg itt a hátrafelé, ha úgy hozza a dolog, meg lesz rá pénzünk is, még mindig bővíthető, hiszen a telek az saját önkormányzati tulajdoni telek, tehát nem okoz problémát, esetleg még a bővítése is. De ez majd a jövő titka. Vinnai Győző kiemelte, hogy a település méretétől függetlenül szükséges az, hogy az idősek ellátása és ápolása a tiszaeszlári otthonhoz hasonló intézményekben valósulhasson meg. Vannak olyanok, akik az idős szülőket, vagy már nagyszülőket nem nagyon tudják otthon ápolni, és egy ilyen idős otthonban, ahol szakápolók vannak, szociális gondozók vannak, szakemberek vannak, és gyakorlatilag az önkormányzat meg tudja oldani az étkeztetést is, mert a saját konyhájáról jön a reggeli ebéd vacsora. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy szükség van az ilyen intézményekre, és Tiszaeszlát egy kicsit példaképként is említem, mert természetesen a választókerületemben vannak idős otthonok, de elsősorban ezek nagyobb település, vagy kisvárosok, Nyírtelek, Rakamaz, Ibrány, esetleg Gávavencsellő, de most már igény van a 3000 fő alatti településekre is. Az persze kérdés, hogy hogyan sikerül majd rentábilisan működtetni, de természetesen erre törekszenek, és a ellátottak gyakorlatilag nagyon-nagyon jó hangulatban érzik magukat, és mentális egészségüket is megőrzik. Az idős otthonban a nyugdíjasok láthatóan örülnek annak, hogy a környezetük megszépült, és arról számoltak be Fülöp Attila államtitkárnak, hogy szeretnek itt élni, és az otthon közösségéhez tartozni. Az elmúlt években ezen a területen fejlesztéseket hajtottunk végre, emeltük az idős otthonok férőhely számát, a finanszírozását javítottunk, de ugyanakkor arra is figyelünk és vigyázunk, hogy azok az idősek, akik otthonukban szeretnének lenni és biztonságban szeretnék tudni magukat, ehhez a szolgáltatást kapjanak. Ezért vezette be a magyar kormány a Gondosóra programot, aminek már több mint 650 ezer felhasználója van, idős felhasználója van. Az ő házukba, az ő lakásukba a biztonságot tudja meghozni az a jelző eszköz, amit bármikor elérnek, hogyha valami probléma van, baj van, akkor egy 24 órás diszpécser szolgálat áll mögöttük. A másik nagyon fontos és jelentős változás a gondoskodás politika területén, szociális gyermekvédelem világában, hogy megpróbáltunk minden eszközzel kinyitni ezt a területet, azokat a segítségeket, amik a társadalomban rendelkezésre állnak, azokat hasznosítani, előhozni a magyar családok érdekében. Fülöp Attila azt is elmondta, hogy a gondoskodás politika területén nagyon fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek és az egyházi szereplők, akiket vállalási képességeikhez mérten igyekszik támogatni a kormány.